Szabó Márta Ovis mesék címmel jelentette meg gyermekeknek szánt kötetét a költészet napjára. Fodor Dósa csillát már nagyon sok oldalról bemutattuk, most ismét vendégünk, pedig annak apropójából, hogy ehhez a, könyv, a könyvhöz a könyvillusztrációkat te készítetted. Milyen jellegűek ezek a mesék? És jó estét kívánunk! Én, életed, színe, <laughs> Én is jó estét kívánok nektek. Ez egy olyan mese, amiben egy létező kisfiú van bemutatva, hogy hogy éli meg az óvodába érkezést. Ugye Szabó Márta pedagógus, pedagógusként. Hát akkor kezdte a pályáját, mikor én megszülettem, úgyhogy akkor így lehet számolni. Hát ez nem és... volt olyan régen, ugye? Nem. 18 év, nem a hosszú abszolút. idő. És ő azt vette észre, hogy a gyerekek azokat a meséket szeretik leginkább az Oviba, ami ő róluk szól. Uh -huh. És ez az apropója ennek a könyvnek. Kicsit személyesebb így az élmény nekik, ugye? A így van, így van. Na, akkor beszéljünk arról, mert nagyon sok oldaladról ismerünk már téged. De azért a könyv illusztráció az megint egy újabb oldal, ha lehet így mondani. Hogyan fogtál hozzá, amikor ez a felkérés megtalált téged, akkor milyen gondolatok fogalmazottak meg benned? Úristen, melyik irányba menekülnek, ez volt az első. Nem, Az igazság az, hogy egy kicsit féltem ettől a nagy generációs különbségtől. Uh -huh. A mártával, de mivel az én bakancslistámon is szerepelt egy gyerekkönyv, tudjátok, én nagyon szeretem a gyereke, gyereke, gyermeki világot mm -hmm. inkább így. De a, bármilyen sokoldalú vagyok, írni nem tudok. És mikor a Márta megkeresett engem, és ez teljesen egy mondhatjuk azt, hogy nincsenek véletlenek, de ez egy, tényleg egy véletlen találkozás volt akkor én azt éreztem, hogy na most érkezett meg, annak az ideje, hogy, hogy én összedolgozva vele létrehozzam ezt ezt az álmomat végül is. És akkor ennek a most a technikai része is érdekel engem, mert azért az ember elolvas egy mesét, egy csomó kép, meg egy képi világ jelenik meg előtte, legalábbis én így vagyok ezzel. Ugye de ebből te nem az egészet fested meg, hanem kvázi csak illusztrálod. Mi alapján választottad ki azt, hogy melyik részhez készítesz illusztrációt, vagy ezt az írónővel közösen beszéltétek meg? Hát igen, tehát ezt tudni kell, hogy egy könyv illusztrációnál igaz, hogy ez az első illusztrációm, de az annyi annyit tudtam én is, hogy nem mindegy, hogy min van a hangsúly. Mm. Tehát, hogy az, hogy én elolvasom a mesét, és nekem melyek lettek volna azok a képi megjelenítések, amiket mondjuk én preferálnék, az nem biztos, hogy egyezik a, az írónő ö, felfogásával, ugyanis itt hangsúlyok vannak. Tehát, hogy bizonyos részekre ugye vizuális ingert ö, építünk, így már első körbe úgy egyeztünk a Mártival, hogy mindegy díszlettervezésnél, ugye, mert ez már nekem otthoni pálya, ő leírja konkrétan, hogy mit szeretne látni. Azt, hogy én ezt hogy milyen színekkel, milyen módon, milyen kompozíciós megoldásokba hozom létre, az már ugye az én ö, oh, yeah. ö, szabad művészi hozzáállásomon múlott, tehát, hogy ilyen instrukciók voltak a meg átküldte ugye az anyagot, és akkor ilyen instrukciók, hogy legyen egy odvas fa, amelyiknek a jobb oldali ágán manó kintáznak, manó lak van fölötte, és a törzsénél gombák hangyákkal. És akkor azt, hogy én ezt hogy oldom meg, nyilván az is meg volt határozva, hogy ez egy állókép kell legyen, uh -huh. mert mi uh, úgy álmodtuk meg, hogy a szöveget így a rajzokba gyönyörűen be fogjuk illeszteni. Uh -huh. És uh, hát uh, ez azért szült némi uh, félreértést is, mert el kell, mondjam, hogy mikor átküldte a Márti az anyagot, ő biz, egy bizonyos programba dolgozott, nekem legördült az anyag, és pont erről a, a fáról jut eszembe, hogy én megrajzoltam ezt négy különálló képbe, gyönyörűen álló formátumban, ahogy ő kérte, és akkor, mikor átküldtem neki, hát ő nem értette, hogy én mit nem értek azon, hogy ez egy oldal, vagyis egy lapnak a két oldala. Uh -huh. Ugyanis uh, rájöttünk, hogy neki úgy jelenik meg a számítógépen, hogy egymás melletti oldalakként jelenik meg. Ez a leírás, nekem meg egymás uh -huh. alatt. Uh -huh. És nekem három különböző rajzba jött le az információ, neki meg ez együtt. Uh -huh. És uh, nyomtatás előtt egy nappal, uh, mikor. Uh, Rájöttünk, hogy fele a rajzoknak nem úgy van, ahogy lennie kéne. Hát ott volt egy olyan pillanat, amikor úgy legszívesebben magamra húztam volna az ajtót, de nem tehettem meg, mert uh, uh, Mártinak ez egy akkora álma volt, hogy uh, én, én nagyon féltettem őt, hogy beletörik a bicskája olyan szempontból, hogy a nyomdába például hetente adtak úr, új árajánlatot, tehát hogy uh, ez, ez iszonyat munka volt. Bocsánat. Hm. A kereteket meghatározta maga az írónő, az ötleteket elmondta, viszont a kivitelezés az végül is a tiéd volt. Milyen gondolatokkal kezdtél te ehhez hozzá? Ugye a gyerekeknek szóló könyvről van szó. Mi az, amiben te kifejezésre tudtad juttatni ezt a gondolatvilágot, az, hogy gyerekeknek szóljon, illetve a, a, a saját gondolataidat bele tudtad vinni ebbe? Uh szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye gyerekeknek tervezek díszletet a színházba. Tehát, hogy ez, ez a világ, ez nagyon-nagyon közel áll hozzám. Én nagyon kíváncsi vagyok a gyerekekre, tehát odafigyelek a, az igényeikre. Tehát, hogy nyilván ezt úgy kellett összerakni, hogy én felnőtt fejjel úgy reprezentáljam a Márti gondolatait, ami a gyerekek számára vonzó, tehát meleg színek használatával, a nyomatékokat, ugye van egy olyan rész, ami félelembe van éppen a főszereplő, akkor azt nyilván sötét sötétebb, ilyen árnyaltabb dolgokkal fejeztem ki. Az igazság az, hogy többször elolvastam a mesét, és több, több oldalról próbáltam visszamenni egy kicsit a saját gyereki nemhez, hogy én, én hogyha gyerek lennék, akkor mit forgatnék szívesen? Uh -huh. És így alakult ki. Így alakult ki. Uh hogy festetted, milyen technikával ezeket? Először megfestetted külön egy lapon, aztán utána nyilván be kell illeszteni a megfelelő formátumba, nagyba vagy kicsibe festetted, vagy már akkorában, mekkora a könyvbe kell, hogy, hogy, ezek ilyen kis művészi praktikák. Így van, így <hül> van. Az ig a, úgy kezdődött az egész, hogy a Mártinak tálaltam kétféle technikát. Tehát hmm. azt gondoltam, hogy a meséhez nagyon illik a, az a technika, amire esett a választásunk, tehát az akvarell, mert ez egy ilyen kis uh -huh. sejmes, finom, könnyed, euh, míg egy, mondjuk egy olajfestmény, euh, nem, nem biztos, hogy ugyanezeket, tehát az egy egy komolyabb, egy konzervatívabb megjelenítése a művészetnek véleményem szerint, és azt is figyelembe kellett venni, hogy ezeket mind be kellett szkennelni, és utána alakítottuk ki a méretét. Aha. Tehát, hogy ezek mind digitalizált változatban vannak meg, és a nyomdai előkészítés pont arról szól, tehát mátnak kellett egy grafikust is alkalmaznia ebbe az esetbe, aki a szöveget beillesztette a rajzokba. Aha. Tehát, hogy ez ez óriási összetett, munka, összetett, meg nagyon összetett. Én azt hittem, hogy ó, hát, hogyha az én rajzaimat 6 méteres, 8 méteres projektorvászonra ki lehet operafóliára ki lehet ugye vetíteni, vagy össze lehet zsugorítani egy mágneses könyvérzőre. hát én mondtam a Márcinak, hogy ez smafu lesz, na hát ez nem így lett, hanem ez, ez nagyon, tehát ennek olyan technikai háttere van, hogy az valami Iszonyat. Ez az első könyv illusztrációs munka, amit végeztél. Lesz a folytatása? Hogyan értékeled? Hát a Márti már De a... Akkor csak a nehézségekről beszéltél. Igen. 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 De az az igazság, hogy ez, ezt úgy tudnám nektek példázni, hogy ez olyan, mint a gyerek születése. Hogy addig, amíg terhesen egy nő ugye a saját cipőjét nem tudja becsokrozni, addig a nehézségek vannak. De mikor az a gyerek megszületik, onnan már nem azon lémitársz, hogy milyen nehéz volt, hanem hú, itt a kezembe egy csoda. Tehát, hogy már megvan a következő kötet. Tény és való, hogy Mártival úgy egyeztünk, hogy inkább neki szüksége van egy kicsit, hogy kiheverje ezeket a megpróbáltatásokat, mert neki nyilván sokkal több jutott, mint nekem ebbe a kontextusba csak annyit árulok el, hogy kazi iskolába fog menni a főszereplő, az a következő példány, és ami körvonalazódott már bennünk, az az, hogy jövőbe a költészet napjára tűztük ki célnak a következő megjelenést. És ha jól tudom, akkor készültél még egy mondattal, amit Így van. Uh, uh, megígértem a Mártinak, hogy felolvasok egy sort tőle idézve, uh, mert ezt ő nagyon-nagyon fontosnak tartja. Mm, így hangzik. Ezzel a kiadványjal két ember vágya álma vált valóra. Fogadják szeretettel. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó zárszó volt. Kedves nézőink, akkor az Ovis Mesék című mesekönyvet forgassák, olvassák a gyerekeknek, és csodálják Fodor Csilla, Dósa Csilla, mert hogy már mindegy, tehát Fodor Dósa Csilla illusztrációit ebben a nagyon szép mesekönyvben. Csilla, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen. hogy itt lettem.